köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Jelics Fanni vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Kukoricafajta bemutató, információk gazdáknak. Bunker szabaduló szoba Dombóváron. Müller Ádám mert nagyot álmodni. Örökségvédelem és oktatás. Bátaszéki építésztábor. Bárka felújítás, elkezdődött a tolnai jelkép renoválása. Kukorica és cirok fajta bemutató szakmai napot tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Tolna Vármegyei Szervezete és a Szekszárdi Csapó Dániel Mezőgazdasági Iskola. Az előadások után a szakemberek az iskola szántóföldjén számoltak be tapasztalataikról. Sokan gondolkodnak úgy most így a csapadékos tavasz és a meleg nyár után, hogy inkább egy rövidebb tenyészidejű kukoricával próbálkoznak. Öt fajta tulajdonos 43 fajtáját mutatta be kukoricából annak a szakmai napnak a keretében, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Szekszárdi Csapó Dániel Mezőgazdasági Iskola közösen rendezett. A gazdák ezáltal informálódhattak, hogy adott területen, adott időjárási körülmények között a különböző fajták milyen hozamot értek el. Egy nagyon megbízható, nagyon jó termékképességi anyag, aki ebbe a korai szegmensben gondolkodik, bátran nyúljon hozzá. Itt nem biztos, hogy csak arra érdemes gondolni, hogy fajtaváltás, hanem akár növényfajtváltásra is gondolhatunk. Ugye most először vannak cirok fajták a fajta bemutatón, és ez nem véletlen, ugyanis a cirok sokkal jobban bírja az asztályos körülményeket, mint a kukorica. Aszályból pedig idén nyáron jutott bőven. Szekszárd környékén júliusban mindössze 8 mm csapadék esett. A július az az időszak, amikor a kukoricánál a szemtelítődés időszaka van, és pont itt volt ez a rendkívüli hőség és a csapadék szegény időjárás. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy itt Szekszárd Paks környéke rendkívüli módon kitett. A Tamási Dombóvár környéke az jobban jár. A Csapó Dániel iskola szélesebb tudást biztosíthat diákjai számára azáltal, hogy részt vesz különböző fejlesztésekben, kutatásokban. Mezőgazdasági iskolaként ugye itt a térségben meghatározóak vagyunk. Az iskola nagyon szívesen részt vesz kísérletekben, és fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink is lássák azt, hogy hogyan kerül előállításra a vegyület. A szakmai napon a gazdák az agroökológiai programról is többet megtudhattak. Bunker szabaduló szoba nyílt Dombóváron a Vasút Történeti Múzeumban. A fiatal és elszánt Müller Ádám ötletei alapján egy más világba csöppenhetnek az érdeklődők. Tökéletes családi, illetve baráti elfoglaltság azoknak, akik szeretik a kihívásokat. Müller Ádám nagyon jól ismeri az épületet, így nem is volt számára kérdés, hogy ez a hely teljes mértékben adott ennek a játéknak a kialakítására. Dombóváron és környékén gyakorlatilag egy hiányzik a szabadulószoba, tehát az ötlet ugye egyértelmű volt, az épület tematika adott, ugye 1953-ban épült óvóhelyként és forgalomirányítási helyszínként funkcionál épületről beszélünk, ugye két lépcsőház, három szint, 11 helységet tudnak ugye bejárni az érdeklődők, az ötlet így magától értetődő volt, hogy a helyszín adott, miért is ne készülhetne itt egy szabadulószoba a környékben és a helyben élő embereknek. Nagyon gyorsan terjedt a hír az új kikapcsolódás lehetőségéről. Július 2-ától indult a szabadulószoba, az érdeklődés ugye újdonság varázsatát megvan, folyamatosan érkeznek az emberek most már hirdetés nélkül is folyamatos az érdeklődés, tehát mert egymásnak adják, hát szerencsére az emberek az információt, hogy itt van ez a szabadulószoba. Visszajelzések eddig, akár Facebook oldalon például 100%-ig pozitív visszajelzésünk van, mindenkinek nagyon tetszik a szabadulószoba és az ötlet kivitelezésre mindennel együtt. A szabadulószobában az ajánlott korhatár 14 év, a létszámlimit pedig 2 és 6 fő közé esik. Alapvetően 60 perc áll mindenkinek a rendelkezésre a kiutáshoz, eddig egyébként mindenkinek sikerült az adott intervallumon belül kiútnia, az eddigi rekord az 29,5 perc a kiutásba, itt viszont ugye fontos kiemelni, hogy egy kétfős, illetve egy hatfős csapat között természetesen lesz differencia, hiszen több szem többet lát, többféle gondolkodásmódú ember jön, természetes, hogy esetleg rövidebb időn belül fog kijutni, akik hatan vannak, mint pedig akik mondjuk párban. Az élmény még nagyon új, de a fiatal Müller Ádám szeretné továbbfejleszteni a bunker szabaduló szobát a közeljövőben. Téli időszakra van egy nagyobb szabású terv, ugye télen itt 0-3 fok közötti
hőmérséklete lecsökken az épület, tehát egy órát eltölteni azért ebben a hőmérsékletben nem éppen kellemes. Időtöltés, így termoruházatba lehet majd ugye jönni, be tudnak öltözni, forró ital, forradbolos fogyasztás lehetősége is adott lesz, és egy teljesen új tematikát, egy teljesen új feladatkör fogunk készíteni, hogy aki esetleg járt már a szabadulószobába, az télen is el tudja jönni, egy teljesen új élményt kaphasson meg újfent. Jelenleg egy szabaduló játék van, amin keresztül mind a 11 helyiséget végig kell járni egy feladatkör alatt. Különféle interaktív feladatokat oldanak meg a szórakozni vágyók, videó megtekintések és logikai feladatok várnak azokra, akik nem mindennapi módon szeretnének egy jó programban részt venni. Augusztus 22-én csütörtökön a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtárban tartott véradást a Magyar Vöröskereszt Tolna vármegyei szervezete. A véradás a nyári meleg hónapokban is rendkívül fontos. A vállalkozó szelleműek a Magyar Vöröskereszt szervezésében Tolna vármegyében legközelebb augusztus 27-én Faddon, 28-án Hőgyészen, 31-én Tevelen adhatnak vért. Ütemesen halad a készpénzmentes fizetést biztosító berendezések telepítése a Volánbusznál. Már minden harmadik autóbuszon elérhető az elektronikus fizetés, őszvégéig pedig a tervek szerint a társaság valamennyi helyközi járatának fedélzetére felkerül a fizetésre alkalmas terminál. Ezek nem csak bankkártya, hanem okos eszközök, telefon, okos óra használatát is lehetővé teszik. Az augusztus 21-én induló bátaszéki építésztáboron legfőképp hasznos méréseket végeznek az egyetemista résztvevők, a cél pedig az, hogy minél több gyakorlati élménnyel gazdagodjanak. A szervezők arra törekednek, hogy a hallgatók hasznos tudással és tapasztalattal távozzanak a táborról. Pécs gazdasági szerepe az elmúlt évtizedekben visszaesett, de a vállalkozások stabilitása és a külföldi befektetők érdeklődése továbbra is jelen van. A pécsi cégek jelentős része hosszú élettartamú, írja elemzésében az üzletem.hu. A gazdaság annyival komplexebb, hogy egy darab mutatóval nem lehet a gazdaság fejlődését leírni. Tehát a térség, ha lassan is, de megindult a fejlődésnek, azért sokáig az összetett mutatókban GDP, külföldi működőtőke, ipari teljesítmény, építőipari beruházások sorolhatnám. Hát az utolsó megyék között voltunk, most ilyen 14.-15. helyre sikerült felzárkózni. Reflektált a Pécs Aktuálon is megjelent cikkre a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Rabszabolcs azt mondja, jól látható jele van, ha egy térség fejlődési pályára lépett. Nagyon sokan a vállalkozóink, az üzleti közösség tagjai közül, amikor följönnek a kamarába, és itt az 5. emeleten gyönyörű panoráma fogadja őket, akkor beszélgetünk a helyi gazdaságról, és nagyon sokan azt állítják, és nem az építőiparból, hogy valójában egy térségnek a fejlődését a daruk számával például kitűnően lehet mérni, értékelni, fémjelezni. Most, hogyha kinézünk az ablakon, akkor emlékeim szerint egy darab daru áll most a városban, és ez évek óta így van. Nemrég európai összehasonlítás is megjelent arról, hogy a különböző szektorokban hány új vállalkozás kezdi meg működését, illetve mennyi megy tönkre. Mindez országokra lebontva, mondja a főtitkár. A helyzet Európában az utóbbi másfél-két évben drámai. Németországban az ipari cégeknél 15-20%-kal nő negyedévről negyedévre a csődök száma. A magyar gazdaság elég erősen rá van kötve a német gazdaságra. Ez a hatás ez egyébként érződik most már nálunk, tehát a legnehezebb helyzetben lévő szektorok alapvetően a feldolgozóipar, gépipar, elektronikaipar, építőipar és a turizmus, szálloda, vendéglátás szektor az továbbra is döcög. Nem volt szegényeknek elég a Covid, az energiaválság, a megnövekedett alapanyagköltségek, a munkaerőköltségen. Hát a fogyasztók is fogynak. Rabszabolcs szerint óvatosabbak a fogyasztók a jelenlegi háborús helyzetben. Jobban vigyáznak a megtakarításaikra, és kevesebb a fogyasztás. Ez azonnal lecsapódik a szolgáltatóiparon, vendéglátáson, turizmuson. Ennek a helyzetnek kell megváltoznia, hogy a térség gazdasága is nagyobb bevételekhez jusson. Thank you.
Már több mint 100 millió palackot, üveget és dobozt váltottak vissza pár hét alatt Magyarországon. Tájékoztatott a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT. Mint írják, a szervezet célja, hogy az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák hazánkban. Összesen már több mint 3000 automata és közel 1000 kézi visszaváltó működik az országban. Augusztus 25-én vasárnap 18 órakor tartják a Szekszárdi Művészetek Háza 40 éves jubileumi rendezvényét. A program keretében nyitja meg kapuit Bazsonyi Arany, valamint Vecsési Sándor festőművészek közös tárlata, akiknek munkái 40 évvel ezelőtt elsőként kerültek fel az intézmény falaira. A jubileumi ünnepéllyel kezdetét veszi az Akkor és Most című programsorozat, amely a Művészetek Háza elmúlt 4 évtizedes működését foglalja össze. Augusztus 23-án tartják a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapját a nácizmus és a kommunizmus áldozatainak emlékére. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot. Az emléknapot, melyet először 2011-ben tartottak meg, mások mellett magyar-európai parlamenti képviselők javaslatára fogadta el az Európai Unió. Tolna ékessége találkozó pont egy igazi érték a Bárka-Duna parton. Rossz állapota miatt már egy ideje esedékes volt a renoválása, ami augusztus 23-án elkezdődött, a város reményei szerint pedig 2-3 héten belül be is fejeződik. Bauer József, a városi szolgáltató, a Telenna Kft. Ügyvezetője beszélt az építmény történetéről. Ez a bárka 2007-ben készült, annak idején Bajor László és csapattal készítette, egy ilyen gyakorlatilag egy társadalmi összefogással, egy Tolnának egy méltó emléket állítson, mindig nagy hagyománya volt itt a halászatnak, és ez egy gyakorlatilag a halászoknak egy olyan eszköze volt, amelyben a halakat tárolták, vízen úszott, és az élő halakat ebből árulták. Ennek jelképeként helyezték a partra a bárkát. Azóta eltelt 16 év, sok eleme pedig elkorhat már. Főleg a hajótest felszínén a padlózat, illetve két zárható rész is látható rajta, ahol, ami el van zárva, azoknak az oldalfalai voltak teljesen alul elrohadva, illetve elkorhadva. És hát rongálások is voltak, tehát az is még rontott a helyzeten, illetve balesetveszélyessé vált, már néhány deszkán beszakadt, és már nem volt tartható, javítani kell. Úgyhogy megpróbáljuk megmenteni, még jó néhány évre reméljük, hogy jó lesz a hajó, és látogatható lesz. Most kedvező a vízállás, ezért tudták elkezdeni a felújítást. Módosítás nem történik az eredeti formához képest, régi alakját megtartják. Csak azokat az elemeket újítják, fa elemeket újítják meg, amelyek itt az évek alatt tönkre mentek, elkorhattak. Ma már volt ezzel kapcsolatban egy kis feltárás is, mert a váz szerkezetét néztük meg jobban. Úgy néz ki, az a tölgyfa váz egész jó, ott is szükség lesz egy-két cserére, azoknak a vázelemeknek is a cseréire itt-ott szükség lesz, de alapvetően úgy néz ki, hogy stabil. A település bízik benne, hogy a szeptember 6-án kezdődő Bárka fesztiváljukra már kész lesz a létesítmény, és át is tudják majd adni az ünnepi alkalomra. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Vállalkozások gazdasági teljesítmény. Lassan javul a helyzet Baranyában. Hosszú hétvége, változatos programok, fesztiválok várták a Balatonhoz érkezőket. Ormánsági népviselet, szőttesek. Kiállítás Szaporcán, az Eperf hatályházban. Pécs gazdasági szerepe az elmúlt évtizedekben visszaesett, de a vállalkozások stabilitása és a külföldi befektetők érdeklődése továbbra is jelen van. Erről ír az üzletem.hu. Az elemzésben az új helyi vállalkozások működését, életben maradását vizsgálják, ami alapján Pécs jó helyen áll az országos összehasonlításban. A gazdaság ennél ezért összetettebb, így több tényezőt kell figyelembe venni, mondja az értékelésről a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Pécs gazdasági szerepe az elmúlt évtizedekben visszaesett, de a vállalkozások stabilitása és a külföldi befektetők érdeklődése továbbra is jelen van. A pécsi cégek jelentős része hosszú élettartamú, írja elemzésében az üzletem.hu. A gazdaság annyiban komplexebb,
hogy egy darab mutatóval nem lehet a gazdaság fejlődését leírni. Tehát a térség, ha lassan is, de megindult a fejlődésnek, azért sokáig az összetett mutatókban GDP, külföldi működőtőke, ipari teljesítmény, építőipari beruházások sorolhatnám. Hát az utolsó megyék között voltunk, most ilyen 14.-15. helyre sikerült felzárkózni. Reflektált a Pécs Aktuálon is megjelent cikkre a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Rabszabolcs azt mondja, jól látható jele van, ha egy térség fejlődési pályára lépett. Nagyon sokan a vállalkozóink, az üzleti közösség tagjai közül, amikor följönnek a kamarába, és itt az 5. emeleten gyönyörű panoráma fogadja őket, akkor beszélgetünk a helyi gazdaságról, és nagyon sokan azt állítják, és nem az építőiparból, hogy valójában egy térségnek a fejlődését a daruk számával például kitűnően lehet mérni, értékelni, fémjelezni. Most, hogyha kinézünk az ablakon, akkor emlékeim szerint egy darab daru áll most a városban, és ez évek óta így van. Nemrég európai összehasonlítás is megjelent arról, hogy a különböző szektorokban hány új vállalkozás kezdi meg működését, illetve mennyi megy tönkre. Mindez országokra lebontva, mondja a főtitkár. A helyzet Európában az utóbbi másfél-két évben drámai. Németországban az ipari cégeknél 15-20%-kal nő negyedévről negyedévre a csődök száma. A magyar gazdaság elég erősen rá van kötve a német gazdaságra. Ez a hatás ez egyébként érződik most már nálunk, tehát a legnehezebb helyzetben lévő szektorok alapvetően a feldolgozóipar, gépipar, elektronikaipar, építőipar és a turizmus, szálloda, vendéglátás szektor az továbbra is döcög. Nem volt szegényeknek elég a Covid, az energiaválság, a megnövekedett alapanyagköltségek, a munkaerőköltsége. Hát a fogyasztók is fogynak. Rabszabolcs szerint óvatosabbak a fogyasztók a jelenlegi háborús helyzetben. Jobban vigyáznak a megtakarításaikra, és kevesebb a fogyasztás. Ez azonnal lecsapódik a szolgáltatóiparon, vendéglátáson, turizmuson. Ennek a helyzetnek kell megváltoznia, hogy a térség gazdasága is nagyobb bevételekhez jusson. Koncertek, gasztronómiai különlegességek, gyerekprogramok és igazi nyári idő várta a Balatonhoz érkezőket a hosszú hétvégén. A sokszínű kínálatnak és a jó időnek köszönhetően már hetekkel ezelőtt megteltek a tóparti szállodák is. Jó hangulat és kiváló balatoni borok várták az érdeklődőket a fél évszázada működő Balatonboglári Fesztiválon. De nem csak itt, hanem Siófokon is színes programok szórakoztatták a családokat. Reggel 10-től este 6-ig, tehát egészen délután 6 óráig csak kimondottan rájuk koncentrálnak. Itt van a Levendula játszóház, aki különböző interaktív produkciókkal várja a gyerekeket, a hímzéstől a zsákdobálásig, tehát minden, ami ebbe bele lehet rakni. A családok saját készítésű ajándékokkal is gazdagodhattak. Gyöngyfűzés, rajzolás, baba készítés, mindegyiket kipróbálhatták. Igazából ez egy baba lesz, úgyhogy éppen a haja készül, a szép kis ruhácskája van, mellénye, és azt mondom, hogy mindegyik asztalnál másféle dolgot lehet készíteni. Délutántól estig pedig változatos koncertekkel, gasztró és borkínálattal várták az érdeklődőket. Az ünnepi időszakban már szinte lehetetlen volt szabad szobát találni a hotelekben. Hetekkel előre kellett foglalni ahhoz, hogy valakinek jusson szoba. De valószínűleg ebből adódóan is az augusztus utolsó hete is nagyon erős. Jól jön ki a szünet, még egy hétvége augusztus 20-a után is belefér, úgyhogy még az utolsó hét is nagyon erősnek ígérkezik. A szakemberek úgy látják, hogy az idei szezon kiemelkedő lehet a vendégészakák és a forgalom tekintetében is a Balatonnál. Nagy számban érkeztek a Balatonra, mint egy harmada az összesnek ide érkezett, amin nem is lepődünk meg, hiszen csodálatos idő van, és azért a nyári kikapcsolódás egyik magyarországi fellegvára azért a Balaton, hiszen víz, színes programok, rengeteg látnivaló várja hozzánk érkezőket. Tehát így a számokat átpörgetve azt látjuk, hogy egy jó szezont fog zárni az idei nyári Balaton, de az egész éves Balatonban is jó számokra számítunk. Az ünnepi hétvége után sem maradnak program nélkül azok, akik augusztus utolsó napjaiban érkeznek a tóhoz, hiszen 22-én elstartol a strandfesztivál, ősztől pedig érkeznek a hagyományos gasztró és szüreti rendezvények a Balatonnál.
Szebbnél szebb ormánsági szötteseit mutatja be Kis Gyuláné Irénke néni a Baranyai Szaporcán. Az Örökség udvarban található Eperfa tájházban kapott helyet a néphagyományt viseletet őrző kiállítása. Mindez pedig a 9. Bőközfesztiválon az ormánság legnagyobb összművészeti eseményén látható. A tárlat augusztus 25-ig megtekinthető. Ezeket a szőtteseket, népviseleti kellékeket mind saját maga készítette. Egy kevés kivétellel, mondja Kis Gyuláné Irénke néni, az ormánság szülöttje, azonban most már Pécsen él. Értékes, hagyománytápoló művészetét nagyra becsülik a helybeliek Szaporcán. Ezért is találkozhatunk munkáival a 9. Bőközfesztiválon. Nem gyűjtöttem, ezt mindet én csináltam. Illetve azokat a régi is törölközőket, ami ott van a szekrény mellett, azt úgy Bogárdmincentről hoztuk, az eredeti, tehát úgy eredeti, hogy még régen csinálták régi anyagból. De én ezeket 1996-ban kezdtem el szőni. Pécs-Somogyban kezdte tanulni a felvetést. Kíváncsi volt, milyen is a szövés mestersége. Egy szövőszéket kapott akkor a férjétől, emlékezik vissza Irénke néni. A férjem dolgozott, kőműves volt, és mondta, hogy a munkájáért nem kér pénzt, adják neki a szövőszéket. És hazahozta, engem meglepett vele, hát de egyikünk se tudott vele dolgozni. Úgyhogy kénytelen voltam elmenni Somogyba. Ott volt egy klub, ahol a szövést is oktatták. És ott az alapokat megtanultam, de tovább nem jutottam, mert komolyabb dolgokat, ilyen mesterfogásokat nem alkalmaztak, csak simán az alapokat. És megkerestem a Sós Pálnét, a Margit nénit, aki a népművészet mestere volt itt Szaporcán, és ő szívesen mutogatta a dolgokat. Akkor nagyon sokat tanult, a mintákat is megkapta. Hosszú évekig járt tanulni, szívesen sajátította el a mesterséget, amelyből aztán művészet lett. Az itt látható szőttesek, népművészeti kézi munkák, viseletek mind ormánsági mintát mutatnak. Többek között a Sejjei Múzeumban látott mintákat, majd azokat leszámolta és elkészítette műveit, mesélte Irénke néni. Az itt látható szövőszék nem csak kiállítási tárgy, gondolta gyereklátogatókra is Kis Gyulán. Szándékomban van, hogy otthon vetek föl még, és akkor elhozom egy keskenyebbet, egy rövidebbet, csak azért, hogy gyerekek jönnek, hogy beleülhessenek, és próbálják ki. Az Örökség udvarban található Eperfa tájházban kapott helyet a néphagyományt viseletet őrző kiállítása. Mindez pedig a 9. Bőközfesztiválon, az ormánság legnagyobb összművészeti eseményén. A tárlat augusztus 25-ig megtekinthető. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Kukoricafajta bemutató, információk gazdáknak. Bunker szabaduló szoba Dombóváron. Müller Ádám mert nagyot álmodni. Örökségvédelem és oktatás. Bátaszéki építésztábor. Bárka felújítás, elkezdődött a tolnai jelkép renoválása. Szombaton folytatódik a nyugodt, eseménytelen időjárás. Változó erősségű fátyolfelhőzet szűrheti a napsugarakat. Csapadék nem érkezik. Tovább melegszik, visszatér a hőség, az évszakos átlagnál 5-7 fokkal magasabb maximum hőmérsékletek. Vasárnap füllett, meleg idő valószínű, változó napsütéssel, fátyolfelhőzettel. Hétfőn mérsékelt felhősödések melletti napos időben eleinte a nyugati ország részben várható élénk északi szél. A Dunántúl területén zápor, zivatargósz is kialakulhat. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!